A vizuális kapcsolat létrehozása és a környezeti hatások elleni védelem a legfontosabb szempont, ha az üvegről, mint homlokzatburkolati anyagról gondolkodunk. Hogyan értelmezi a Finta Stúdió az üveget az új kongresszusi központ tervén, a Ludovika Campus vagy a Millennium Garden Offices épületein? Szabó Tamás János, DLA osztja meg tapasztalatait. Jó napot kívánok! Köszönöm a meghívást és meg a kedves bemutatást. Évekkel ezelőtt még akkor kiskorú és aprócska gyermekeimmel Salgóbányán nyaraltunk, és egyik este elmentünk a közeli csillagvizsgálóba, egy ilyen kis elüssük valahogyan az időt, és egy nagyon kedves amatőr csillagász kolléga tartott ott nekünk előadást. Az első kérdés az volt, hogy van-e itt valaki, aki ért a csillagokhoz? Mi gyanútlanul azt mondtuk, hogy nem, úgyhogy utána, hát mondjuk úgy, hogy tudományosan nem teljesen megalapodott információkat hallhattunk többek között arról, hogy a Tejút galaxis tengelyének feldessége miképpen függ össze a Szent Korona keresztjének a feldességével. Most ezek után nyilván ócska poén lenne azt megkérdezni, hogy meg nincs is, aki válaszolja, hogy van-e itt olyan, aki ért az üvegszerkezetekhez. Olyan előadók után, mint Stoker György tanár úr, igazából azt sem nagyon merném megkockáztatni, hogy valami újdonságot próbálok üvegszerkezetekről, üvegezett szerkezetekről mondani. Ehelyett inkább úgy készültem, hogy egy csokrot nyújtanék át arról, ahogyan én, Szabó Tamás János, vagy akár mi a Finta Stúdióban üvegről gondolkozunk. Ez egyfajta rendszerezett ismeretanyag, nem feltétlenül lesz benne ilyen egetverően nagy újdonság, de általában én azt gondolom és hiszem, hogy az egyfajta rendszerezés egy másfajta gondolkozóban mindig új ötleteket és gondolatokat kreál. Akkor, amikor üvegről gondolkozunk, két szélső értékű tulajdonságát szoktam én mérlegelni. Az egyik az az, hogy hát nem fúj be rajta a szél, vagy ha kicsit szabatosabban fogalmazunk, akkor azt mondanám, hogy véd a meteorológiai hatások ellen. A másik jellemző üveg tulajdonság pedig az, hogy praktikusan átlátunk rajta, tehát képes vizuális kapcsolatot teremteni külső és belső között. Ez alapvetően, hogyha egy ilyen pótméternek képzeljük el az egészet, két szélső állapotban kétféle nagyon különböző üveg használatot jelent. Abban az esetben, hogyha ez a bizonyos mondjuk fizikai védelem tulajdonság van az előtérben, akkor az üveget, mint burkolatot használjuk, és ilyenkor jelenik meg hangsúlyozottan az üvegnek az esztétikája és a maga csillogásával, reflexiójával, feshetőségével és bizonyos korlátokkal, alakíthatóságával. Ennek az alternatívája, vagy hát túlsó pontja az az, amikor az üveget igazából egy olyan hártyaként tételezem, hogy aminek az elsődleges feladata vagy legfőbb feladata az, hogy megmutassa, mi van mögötte. Tehát ilyen értelemben itt az üveg esztétikájának, hát ha van esztétika, az, hogy ne látszódjon. Ugye önmagában azért vannak olyan tulajdonságok, amik hát itt például hirtelen fordítottan kezdenek el működni, tehát az, amit általában szeretünk az üvegben, hogy reflexív és csillog, abban az esetben, hogy mögöttes tere szeretném megmutatni, nyilvánvalóan pont visszafele működik. És ebben a pótméteres világban valahol középütt, vagy hát nyilván lehet tologatni jobbra-balra, helyezkednek el az irodaházak. Ennek nagyon egyszerű oka van, amikor én irodaházról skiccelek magamnak távlati perspektívák, az üvegfelületeket alapból feketére szoktam színezni. Ugyanis ez az a szélső állapot, amire, hogyha megfelel az épület, akkor aztán valóságban is biztosan ennél kedvezőbbekre is meg fog felelni. Ugyanis geometriai és megvilágítási okokban az üveg ezekben az esetekben igen gyakran feketének látszik. Geometriai ok alatt azt kell érteni, hogy a viszonylag kicsi belmagasság ellenben nagy traktus mélység miatt, főleg utcai nézőpontból, amit látunk, az az önárnyékos álmenyezet. Ez ugye önmagában elviszi a sötét irányba az üveget. Nem beszélve arról, hogy nappali viszonyok között nyilván a kinti napsütésnek a lux értékével semmilyen módon nem lehet versenyezni egy belső világítással, aki egyetemen próbált makettet megvilágítani IKEA-s lámpával összehasonlítva mondjuk az udvaron a napfényben való fotózás, az pontosan tudja, hogy miről beszélek.
Ehhez kapcsolatban egy érdekes tapasztalat, még a Kereskedelmi és Hitelbank épületét, amikor terveztük, ott a földszinten egy security helységet kellett kialakítani, ahol a biztonsági őrök két dolgot csináltak, egyfelől nézegették a monitoron, hogy mi történik a házba, kell-e beavatkozni, másrészt pedig nézegettek ki az előcsarnok felé egy üvegfalon keresztül. Nyilván ott is, hogyha valamilyen tetlegességre kerülne a sor, akkor be tudjanak avatkozni. Ehhez a kétféle tulajdonsághoz kétféle üvegtulajdonság is tartozott volna. Az egyik, hogy ki lehessen látni azon az üvegen az előcsarnok fele, másrészt ne lehessen belátni és ne lehessen látni a monitoron folyó tevékenységet. Erre kiválóan alkalmas egyébként például egy detektív üveg, ugye aki látott középkategóriás nyomozós sorozatot, azt tudja, hogy milyenek azok a kihallgató szobák, amiknek az egyik falán ott van ez a tükör. Ez sajnos a KHN ez borzasztóan nem működött, ugyanis az előcsarnokunk egy viszonylagos olyan, hát sőt, tulajdonképpen nagyon jól természetesen megvilágított térben volt, míg maga a security helység az értelemszerűen már csak elektromos megvilágítást tudhatott kapni. Viszont a kettőnek a viszonya az pont úgy alakult, hogy világosabb volt belül, tehát a security helységben sem, mint az előcsarnokban, hogy a detektív az pont nem működött, és valami egészen mással kellett próbálkoznunk. Az első véglet, amiről beszélnék egy konkrét házon, ez a új kongresszusi központ, amit kivitei tervig terveztünk, úgy néz ki, hogy tovább nem megy, de talán vannak olyan tapasztalatai, amiket fogunk tudni használni, és talán más esetekben azért használható lesz. Ez a Millennium Városközpontban található épület egészen elképesztő városi pozícióval. A Duna inflexiója miatt itt egy nagyon fókuszált jelenik meg majdnem minden, amit mi Budapestnek hiszünk vagy gondolunk. Ugye attól, hogy itt leír egy ívet a Duna, megmutatja magát a Gellért-hegy, a Várhegy, a Várral, részben a Budai hegyek, bekacsint azért jobbról a pesti belváros, és majdnem az összes Dunahíd, lélegzett elállító ez az egész. Olyannyira, hogy ebből mi nem csak az épületünket, vagy annak egy alapgondolatát próbáltuk levezetni, ugye itt látszik, itt a MIPA melletti területről van szó, ahova ez a konferencia központ épülne, hanem amikor a déli városkapu pályázat volt, mi arra tettünk egy kísérletet egyelőre visszhangtalanul, hogy valamiképpen tovább vigyük ezt a tengelyt a város fejlődés következő irányába, tehát a déli irányba. Tehát mi azt kerestük, hogy az a híd lehajtó, amit most nagyon csúnyán vágja tulajdonképpen ezt a városszövetet, mégis hogyan lehetne áttörhető és tovább vihető. Ennek lett volna egyébként egy fontos eleme maga a konferencia központ is, amennyiben átengedte volna ezt a tengelyt, ugyanis még egy gondolat a város építészeti rendszerről, ehhez az elképesztő kilátáshoz, ami itt látszik, tartozott egy nagyon okos világkiállítás idején kitalált városépítészeti koncepció, ami hát ugye itt jól látszik ezen a képen is, hogy az épületek kifordulnak a látványból, ami a látvány rá van szervezve, az egy gyalogos sétány, és nyilván ezt a sétányt szerettük volna átvinni a töltésnek a túlsó oldalára. Amit az épülettel kapcsolatban mi magunknak megfogalmaztunk, szeretnünk valami mindenképpen egy szoborszerű tömeget kialakítani, aminek tehát önmagában egy jól megjegyezhető és mondjuk egy érdekes megjelenése van. Másfél viszont rátájolva erre a látványra teljes egészében képes kinyílni, ugye ezekben az esetekben homlokzattá nem az üveg válik, hanem a mögöttes tér. Ahhoz, hogy ez a fajta kinyílás ez ne ejtse szét ezt az egész koncepciót, ezt végül is úgy tudtuk elérni, hogy üveget választottunk homlokzat burkoló anyagként, illetve egy két réteg üveg szerkezetet, és az üvegnek a felületi struktúrájával, festésével tudtunk játszani. Festett üveg alatt most egy frittelt üveget kell elképzelni, amit két rétegű ragasztott üvegszerkezetre hordtunk föl. Ez egy Stokker Gyuri volt itt az, aki az építészeti gondolatokat segített átfordítani szerkezeti gondolatokká. Itt örömmel konstatáltunk, hogy egy két rétegű ragasztott üvegnek hogy legalább négy oldala van, amit kiválóan lehet festegetni, és ez egy nagyon érdekes mélységi játékra is lehetőséget adott. A legbelső, tehát az épület felüli rétegre került egy olyan pont raszteres fehér felület, amely kívülről az egész testnek az egynemű fehér megjelenését produkálta. A pont raszter az arra is
alkalmas volt egyébként, hogy ahol kellett, ott a mögöttes tereknek, meg a szekciótermeknek természetes fényt biztosítsunk, illetőleg ott, ahol meg kifejezetten a takarás volt a kérdés, mert mögötte ablakot nem igénylő funkciók voltak, ott ugye a szoborszerűséget egy sűrű pontfelülettel, kontrasztszerrel tudtuk megoldani. Aztán a következő üvegrétegre hordtuk föl az utaknak a sötét szürkéjét, majd a harmadik üvegrétegre hordtuk volna föl az épület tömböknek, hiszen ez valójában egy budapesti térképnek a leképzése lett volna, tehát az épület tömböknek a világosabb szürke felületét, és attól, hogy ezek nem egybe festődtek, hanem a különböző üvegrétegekre, volt egy nagyon érdekes térbelisége az épületnek, szerintem egy nagyon izgalmas tapasztalata volt ennek a háznak. A másik, ami szintén egy tapasztalat volt, az itt látható VS1-es homlozat szerkezetnek a megismerése. Én megmondom őszintén, azóta szerelemben vagyok ezzel a rendszerrel, szintén Stocker Gyuriék hozták nekünk. Az a Forster úr, hát tulajdonképpen vette a hónál, ez egy amerikai rendszer, aki hát az ilyen üvegszerkezeteknek az egyik doyenje. Az alapötlet az, ami igazán izgalmas, tehát nem is maga a szerkezet neve vagy gyártója. Általában, hogyha egy struktúrált üvegszerkezetben gondolkozunk, akkor a struktúrált megjelen, és az kívülről értelmezhető. Tehát a struktúráltság az valójában azt jelenti, hogy üveg-üveggel csatlakodik, nincsenek alumínium takaró bordák, nincsenek zavaró, a felület szabad futását megtörő függőleges vagy viszintes osztások. Ugyanez belső oldalról nézve, hogyha egy normál bordarendszerben gondolkozunk, tök úgy néz ki, mintha egy sima függönyfalas, tehát nem struktúrált felületet raktunk volna föl, tehát ugyanúgy függőleges és viszintes bordákat látunk rajta. Az, amiben ez a rendszer többet tud, és azért állít hosszabban ez a kép, hogy ennek is megvannak a függőleges bordái, amik önmagukban szerintem nagyon szépen formáltak, és a varázslat az utána kezdődik, nem használnak viszintes bordákat. Tehát azt mondja statikája ennek az egész rendszernek, hogy maga az üveg szerkezet fogja áthordani a szélnyomást a két szélső függőleges tartóra, nem igényel még egy másodlagos viszintes bordát is, és ráadásul a függőleges borda, itt látszik szépen, el van húzva az üveg szerkezettől. Mindez azt okozza, hogy belső nézetben elképesztően filigrán, főleg ugye összehasonlítva egy sima függönyfalas rendszerhez, egy nagyon filigrán megjelenést ad. Ezek a finom átlátások az üveg és a borda között szerintem még külön nagyon jót tesznek. Annak idején én ugye abban gondolkoztam, hogy mire egy üveg akusztikailag és meg a méretét tekintve statikázódik, hogy olyan üvegvastagságok jönnek ki, meg ugye ragasztó rétegek, stb., hogy valószínűleg játszikönnyességgel meg fogja oldani az egyes függőleges raszterek közötti szél teher átvitelt. Ez akkor ugye azt is jelentené, hogy másfelől azzal, hogy elhagyjuk a viszintes bordákat, nem kevés pénzt tudunk ugye a drága alumínium szerkezetből megspórolni, tehát hogy ez egy nagyon olcsó rendszer, na most ez nem igaz. Sajnos ez még egyelőre egy eléggé combos áru valami, úgyhogy még nem igazán tudtuk elsütni sehol sem, de azért erősen kapacitálnám a nagy gyártókat, mint a Lukőnistál, illetve hát rajta keresztül nyilván a Sikót vagy a Vikonát, hogy valami ilyesmiben azért lehetne gondolkozni. Ismét mondom, a poén ebbe az, hogy a struktúrát megjelenés, az megjelenik a belső oldalon is, nem, belül nem egy sima bordás rendszert látunk. A következő példánk az pont a túlsó oldalának a képzeletbeli pótméternek, ez a Ludovika campusnak az oktatási épülete. Ugye itt nagyon röviden ugye azt kell tudni, hogy ez az Orci kert mellett elhelyezkedő épület, amelyiknek a homlokzatát ugye rákomponáltuk arra a városi szituációra, ahová kerül. Tehát amellett, hogy térfalat és védelmet fogadni a mögöttes orcikertnek, amellett valahol ez ilyen kapuépítményként is működik. Mindez belső funkcióval is összekerül egyébként, tehát ez a kép például, amit az előbb láttunk, kiválóan leképezte azt a belső funkcionális rendet, hogy a jobb oldali szárnyában az oktatási helységek vannak, a bal oldali szárnyban az oktatói funkciók vannak, és a kettő közé bekerül egy olyan üvegezett előcsarnok, ami amellett, hogy a vertikális közlekedést tudja, másrészt pedig olyan élettérként is szolgáló oktatások szüneteiben, illetve oktatás után a voltaképpeni élet zajlik.
Ez volt tehát a főpoénja ennek az épületnek, és a főpoénhoz járt két olyan függönyfal, amelyik ezt a vizuális kapcsolatot, amit egyébként az épületek önmagukban elvesznek, tehát az Orci kert és az Üllői út között, ezt a vizuális kapcsolatot pont az előcsarnoki pozícióban mégiscsak biztosítják. Ehhez mi választottunk egy függesztett üvegfal szerkezetet, hangsúlyozott vízszintes bordákkal és nagyon filigrán függesztő elemekkel. És ez egy olyan szempontot, és ez végül is erre hagyeztem, vagy erre hegyezném ki a mondani valómat, illetve ezt a példát, hogy időnként egy ilyen szerkezetnél, nyilván ez mindig egy egyedi szerkezet, mérlegelni kell azt, hogy mi lesz az a látványpont, ahonnan ezt mi nézni szeretnénk. Budapest az egyik kedvenc kortárs belsőépítészeti terem, az a Műpának, az Oboki Gábor kiváló épületének a belső tere. Ott sokat szoktam lamentálni a koncertek szüneteiben, hogy mi dolgozott a tervezőben, amikor kitalálta, hogy a függönyfal bordák nagyon mélyek, nagyon vastagok, és ugye fajlagosan rendkívül sűrűn állnak össze. Ugye ezek a lamentál, persze meg is lehetne Gábortól kérdezni, de ez egy kicsit olyan, mintha a Playboyt összehasonlítanánk a kivillanó bokákkal, tehát valahol elveszik belőle a találgatásnak az öröme. De lehet, hogy egyszer majd megkérdezem. Mindenesetre én azt raktam össze magamban, hogy ugye ennek a nagyon határozott, függőleges osztásnak lesz egy olyan svungja, hogy ha pont szembenézek, persze kilátok a házból és látom a gyönyörű kilátást, illetve a rosszabb pozícióban a Nemzetének a hátulját. Oldalnézetben viszont bezáródik ez a látvány, tehát az egymás mögött levő bordák végül zárják ezt a belső teret, és ez egy nagyon érdekes, önmagába forduló, befele koncentráló tér alakul ki. Én ezt magamba úgy fordítottam le, hogy ez az előcsarnok, ugye egy konferencia központnak, vagy konferencia, egy zeneközpontnak az előcsarnokáról beszélünk, ez egy tranzíciónak mindig a helyszíne, tehát valahol a beruházó és a kivitelező nyugével vergődő 10 óra után az emberek elmegy egy koncertre, akkor ez az a tér, amikor áthangszereli magát, majd utána Bogányi Gergőt fog hallgatni, ahogyan Lisztet zongorázik nekünk. Ez a tér, és ez a tér egy befele figyelő tér. Azt gondolom, hogy erre például, nem tudom, szándékos-e, de ez egy kiváló válasz lehet. Na, a mi esetünkben mi más vizsgáltunk, egy zsibongó térről van szó. Azt próbáltunk magunknak megfogalmazni, és itt visszapörgetek egy kicsit a képekről, hogy ez a jellemző, amikor föntről lefele vagy lentről fölfele nézek, vagy az a jellemző ebben a térben, amikor oldalra nézek, tehát viszintesen haladok ebben az épületben, vagy éppen ülök ezeken a leülő helyeken. Mi nyilván emellett tettünk voksot, tehát azt gondoltuk, hogy az épületben viszintesen közlekedő ember szemszöge az, ami döntő. Ennek megfelelően választottuk azt a megoldást, hogy hangsúlyozottak lettek a vízszintes bordák, amik lentről fölfelé nézve nyilván fallá állnak össze, viszont oldalra nézve gyönyörű kilátást mutatnak, vagy biztosítanak a környezetére. Maga a szerkezet eredetileg úgy volt elképzelve, hogy egy darab feszített pászmát függesztettünk lefelé, és erre húztuk fel a vízszintes bordákat. Ez aztán módosításra került, és ahelyett, hogy egy darab pászma lett volna, szépen egymás alá épített rúdelemek kerültek be. Ennek egyszerűen az volt az oka, hogy ezeket könnyebb állítgatni egy előre megfeszített pászmát, amikor rákerülnek rá az egyes vízszintes lemezek és az üvegsúlyok, akkor nem igazán jól számítható módon fog nyúlani ez a pászma, tehát egy nagyon komoly és finom utánaállítást igényel, ezt képest a merev rudak viszonylag jól kezelhető. Aminél azért engem az elején kivelt egy kicsit a hideg verejték, nekünk úgy ért véget egyetemen a Szirács Csaknai statika tanításunk, Becker tanár úr 45 percben olyan eseteket vázolt föl, amikor hát nem úgy történtek a dolgok, ahogy kellett volna, és praktikusan összedőltek a házak. Én 300 valahánynál fejeztem be a halottaknak a számítását. És akkor volt egy olyan történet, Amerikában egy átrium helyett omlott össze egy tánc verseny idején ráadásul, tehát tele volt az épület látogatókkal. Úgy nézett ki az épület, hogy az átrium köré szervezett
ilyen hidakon, ami praktikus emberekkel voltak tele. Ezek a hidak, ezek nem álltak lábakon, hanem egy felső nagy gerendára függeszkedtek lefele. Pontosan ugyanaz volt az elve egyébként, mint ami ezen a képen is látszódik. Tehát egy darab kábelre függesztették fel valamennyi szintet, és ugye minden szintenként ugye volt egy kapaszkodó, ami megfogta a födémet, és nyilván arra volt méretezve, hogy a födémet megtartsa. Egyetlen egy aproska módosítás történt a kivitelezésben, hogy nem egy darab végigmenő pászmában gondolkoztak, hanem darabokba. Tehát szépen fölakasztották legfelülre a legfelső pászmát, rá a födémet, ugyanazt az átmérőt használták egyébként, ugyanazokat a csomópontokat, ráakasztották a következőt, és így tovább. A végeredménye szörnyű katasztrófa lett, hogy érzékelhető legyen a logikája, azt kell elképzelni, hogy az iskolai tornaórán négyen másznak föl egy kötélre, amikor a négyen egymás után fölmásztak, és ugye egymás alatt vannak, tegyük föl, négy erős kölyökről van szó, még a lábukat is elengedik, és csak a kezükkel tartják magukat, akkor a kötélre ható erő az négy darab embernek a súlya, amit majd a mennyezeten a rögzítés meg fog tartani, és utána a mind a négy figura a saját súlyát tartja, tehát tökéletesen működik a mutatvány. Itt csak annyi csere történt az eredeti statikai modellhez képest, hogy a sorban második, harmadik és a negyedik már nem a kötelet fogta, hanem a fölötte levőnek a lábát. Könnyen belátható, hogy így a legfölül levő kiskölyök az már nem önmaga súlyát húrta, hanem négy másikat is, így nyilván az a csomópont, amivel ő rögzült a kötélhez, pont négyszeres terhelésnek lett kitéve. Az eredménye nyilván szörnyű, de most nyilván itt ez nem így történt, tehát gondos kezek és fejek azért ezzel számoltak, inkább mint szörnyű gondolatot hoztam ide. A harmadik egy kivitelezés alatt levő épületünk, ez a Millennium Garden, ez egyébként teljesen ugyanott van, mint a maga a konferencia központ, amiről az előbb szó volt. Itt az, ami miatt vetítem, és ami izgalmas, hogy ugye irodaház is, itt előjön az üvegnek az esztétikája, például előjön a színe, illetve lehet azzal valamit kezdeni, hogy ez a szín hajlamos zöldbe fordulni, bár most meg kiváló üvegek vannak, vasoxidmentesek, meg mindenféle csoda dolgok, de azért ez a zöldes tih, ez azért még mindig megvan, ezzel valamilyen módon küzdeni kell. Rögtön egy rossz tapasztalat, szintén a KH idején követtük el azt, hogy hát oldalán festett fehér üvegeket használtunk egy zöldes üveg előtt, hát pokol lett a végeredménynek, egy ilyen kórházzöld vagy egy kórházfehér színe lett a végén, tehát nyilván ezt figyelembe kell venni, az üvegeknek van sajnos a saját színe, ezzel együtt lehet élni, de lehet vele sok mindent kezdeni. Itt például az volt a gondolatunk, és mi ezt találtuk ki, hogy hát ugye nyilván itt ugyanúgy a pozíciója látszik a háznak, hogy nagyméretű kiugró fehér felületeket, amik részben árnyékolnak is, részben meg adnak egyfajta plasticitást az épületnek, alkalmaztunk. Ezek pedig a reflexióik miatt szerintem nagyon izgalmasan fogják eltolni ennek az egyébként feketévé váló üvegnek a hatását. Ráadásul ugye úgy van kiszerkesztve az épület, itt látszik is, hogy minden második szinten, illetveleg a Duna felül a sarkoknál a különösen, hogy át lehet látni az épületen. Erre mondom, hogy ez a bizonyos pótméternél az irodák azért középütt vannak valahol. Ha van rá mód, hogy ne csak az álmennyezetet lássuk, hanem valamilyen módon át is lássunk a házakon, azért azt el lehet tolni egy kicsikét az üveg, mint transzparenciát biztosító építészeti elem irányába. Úgyhogy itt most ez az egyik játék, amivel játszunk, a másik pedig a bordáknak a színe. Tehát, hogyha tolni akarunk a üvegeknek a színén, akkor ez a másik, ami még egy jó játék, hogyha mellé rakunk valamilyen vagy karakteresebb színt. Most itt a karakter egyszerűen csak annyit tesz, hogy egy sötét szürkének egy kékesebb árnyalatát választottuk bordaszínnek. Izgalmas kísérlet lesz, hogy mi lesz a vége. Ha már a színeknél tartunk, még egy pillanatra visszaugranék a Ludovikánál. Az is egy érdekes tapasztalat nálunk bentről kifele nézve, hogy, vagy hát kérdés mindig, hogy milyenre fessük a bordákat. És általában azt szoktuk követni, és az volt az alapvetésünk, hogy a bordának a színe az legyen az üvegéhez hasonló, tehát praktikusan egy ilyen sötét szürkével szoktunk játszani. Mostanában inkább abban hiszünk, hogy ha bentről kifele nézünk, egy ilyen fehér színt használunk, az sokkal jobban működik, és bentről kifele nézve a legritkább esetben fekete az üveg.
Jó, hát még ugye itt a belső oldalán, tehát itt mondom, ez lesz az izgalmas játék, hogy ez a fajta fehér burkolat, illetve az egymásban is tükröződő felületek hát majd kiadnak valamilyen esztétikát, amik én azt gondolom, hogy az üvegre és annak az üveg reflexiójával építve egy kicsit más fajták tudnak lenni. És az utolsó példa, amit hoztam, ez az Agora Városközpontnak az épület együttese, amiből ezen a képen a jobb oldala az gyakorlatilag elkészült, ez az első ütemnek az épületei látszanak, a bal oldala az egyelőre rajzasztalon van, ez a második ütemnek a három darab 65 méteres tornya. Sok szempontból érdekes az épület, ugye már csak azért is, mert magasházas beépítésről van szó, amelyik nyilvánvalóan vitákat kavaró, és azt hiszem, hogy ez így is van rendben. Ami mellett most nem fogok elmenni szó nélkül. Jó magam azt vallom, amit Nagy Béla kiváló várostervezőtől kölcsön vettem gondolatot. Amikor kérdezték tőle, mit gondol a magasházakról, azt mondta, hogy hát ha azt kérdezik tőlem, hogy kell-e Budapesten magasházat építeni, akkor azt fogom mondani, hogy valószínűleg nem kell, mert egyszerűen a telekárai még nem vannak ott, vagy nincsenek ott. Ha azt kérdezik, hogy szabad-e majd Budapesten toronyházat építeni, vagy magasházat építeni, hát miért ne szabadna, nem mindegy, hogy hová. És amit ez így azért borzasztó sok szerintem fél információ kereng, Budapestnek van magasház telepítési stratégiája. Ez valamikor még egy 90-es években Finte József és azt hiszem még Virág Csaba volt benne, onnan indul, amikor először megfogalmazódott, mondjuk 20-30 év után, hogy ha egyszer magasházak lehetnének Budapesten, milyen módon kéne őket lerakni. Ott ugye az volt az alapelv, hogy a városba kivezető sugaras utak mentén városközpontokat jelölő pozíciókba lehet belekerülni, vagy belerakni. Aztán utána a transzparens kör karolta föl a 2000-es évek végén ezt a kérdést, aztán bekerült a fővárosnak a rendezési tervébe, és utána leképződött kerületi rendezésekbe is. Azóta nagyon sok mindennel gazdagodott, részben az legelső gondolatokat kiegészítve, megjelent egy arány kérdés is, tehát hogy nem csak az a kérdés, hogy milyen magas az a ház, hanem az is a kérdés, hogy milyen arányú. És ugye az a baj ezekkel a 65 méteres magasságokkal, hogy hát ezekből mire pénzügyileg is értelmezhető projekt lesz, amihez tartozik egy minimum alapterület, azért nagyon nehéz kihozni jó arányú épülettömegeket. Itt mi ezt úgy oldottuk meg, és ezen a képen is kiválóan látszik, hogy fölhasítottuk, mint egy bambusznádat szálakra ezeket az épületeket, szétszálasztuk, ha úgy tetszik. Ezek önmagukban, tehát már mindjárt sokkal karcsúbb megjelenést adnak, plusz ezen túl megtoltuk olyan vertikális ilyen svertekkel az épületnek a megjelenését, amik szintén ezt a függőleges húzását hangsúlyozzák az épületnek. Erre azért is szükség van, mert van egy kiváló tűzvédelmi szabványunk, amelyik a homozati átégést, hát legegyszerűbb módon mindig geometriai úton kívánja elintézni, tehát ezt a bizonyos 1 méter 30-at vakfelületként kell bele produkálni. Vannak azért fejlődések, tehát az OTS-nek egy óriási, hát mondjuk vívmány az, hogy a nagyon merev papírízű normatívák mellett behozta a mérnöki megközelítésnek a lehetőségét is. Fekatant a kollégám kiváló háza áll a Szervita téren, aki ezt megnézi, az attól zseniális a ház többek között, hogy nincsenek áll homlozati átégési gátok, tehát padlótól mennyezetig fognak az üvegtáblák, és hasonló lesz majd megfigyelhető a MOL kampusz új épületénél, ezek a házakat majd nyilván Anti annak idején bemutatja, vagy hogyha lesz rá módja. Itt ugye az volt a trükk, amivel lehetett élni, hogy sprinklerezett épületeknél elég jól lehet modellezni a felület hőmérsékletet, és meg lehet nézni, hogy vajon tényleg kidúrognak-e azok az üvegtáblák akkor, hogyha ott bármiféle tűz keletkezik. Logikai alapon nyilván lehetne válaszolni, hogy hát azért van a sprinkler, hogy ez ne történhessen meg, de azért ez ennél nyilván sokkal szofisztikáltabb. Léteznek olyan modellezési megoldások, amivel végül is ezt a fajta 1.30-as gátat el lehet kerülni sprinklerezett épületeknél. Itt ez nem történt meg, és ennek azért van egy fenyegető hatása.
hogy bizonyos napszakokban vagy fényviszonyok között ezek az 1.30-es gátak elkezdenek összelátszódni horizontális csíkokká, amik hát finoman szóval nem tesznek jót egy magasságért vagy egy kedvező magassági arányért küzdő épület esetében. Ezt két módon lehetett kivédeni. Egyfelől olyan üveget próbáltunk választani, és üvegszint, vagy egész pontosan parapet szint, amelyik valamilyen módon egyneművé teszi ezt az épületet. Ezen a képen látszik, ez elég jól sikerült. Más közeli fotókon is azért, bocsánat, ezek a végig menjünk, hogy mik épültek meg. Másképpen azért látszik, hogy azért ez mindig nézőpont kérdése, tehát azért lehet olyan képeket találni, amiket a bizonyos horizontálítás azért előjön. De azt gondolom, hogy általában sikerült egy nagyon jó üvegparapetszín összelövést találnunk. A másik, ami viszont egy sokkal hatásosabb építészeti elem, az, hogy elviszik a szemet részint ezekkel a fölhasított tömegek narancsága függőleges pontraszteres beugrásaival, részint pedig ezekkel a fehér svertekkel, ezzel növelve a vertikalitását az épületnek. A narancsága beugró dolgokról csak egyetlen egy dolgot, ez egy borzasztó egyszerű ötlet, nem annyira egyszerű kivitelezési és gyártói háttérrel. Itt ugyanis két dolgot vártunk el az üvegtől, egyfő kívülről megkapja ezt a narancsága pontrasztert, tehát szeretnénk, ha mögötte levő iroda azért fényt kapna. Viszont belülről nem szerette volna senki sem a narancságát látni, tehát belül egy szürke pontrasztert kapott. Na most a varázslat az ott van, hogy hogy lehet eltalálni, hogy a két oldalról festett üvegnél pontok azok egy helyre essenek. Sajnos az egyébként szerintem kiváló hazai kivitelezés ezzel még nem tudott megbirkózni, tehát simán egy oldalra bármit már föl tudunk festeni, ez a két oldalas még egy kicsit várat magára, úgyhogy ezt végül is kívülről kellett, tehát külföldről kellett berendelnünk, ez egy picit drágította a mutatványom. Hogy mi fog történni a második ütemben, erről is hoztam egy-két képet. Ugye itt tovább játsszuk ugyanezeket a dolgokat, tehát csinálunk egy nagyon határozott cezúrát horizontális és vertikális épülettömegek között. Az alacsony épületek praktikusan egy hangsúlyozott horizontalitásra fognak bírni, míg a toronyházaknál pedig azt a fajta vertikális játékot játszunk, mint az első ütemben, azzal, hogy itt azért nagyobb felületeken tömör, fehér vagy fémszínű burkolatok is meg fognak jelenni. Újdonság lesz az is, hogy a horizontalitás az nem csak egy mondjuk egy takoróborda, vagy egy minimális alumínium burkolat, vagy burkolatnak a megjelenését fogja jelenteni, hanem egy olyan közösségi tér alakul itt ki, amit agórának hívunk, amelyik bőven megéri, hogy fölé kiüljünk és egyszerűen használjuk ezt a fajta látványt. És akkor itt egy pillanat, megint visszaugrannék a magasházas kérdésekre, hogy a magasházat építeni, ez mindig egy olyan nyilván egy beruházói vágy, ami azért nem egy olcsó mulatság, tehát ugyanezt a négyzetmétert középmagasba építeni mindig olcsóbb. Másfél viszont egy alkupozíciót jelent az önkormányzatok számára. Ebben az esetben az alkút azt jelentette, hogy egy olyan pozícióban, ami egyszerűen üvölt azért, hogy egy városi alközpont jöjjön létre, végül is létrejött ez az Agora tér, amelyik mögé szervez nagyon sok kereskedelmi és szolgáltató funkciót, tehát létrejön egy olyan városi alközpont, amelyik a környező lakótelepes épületeknek és az adott lakóknak egyfajta városközpont érzést ad, tehát nem kell elmenni 2-3 megállót északra vagy délre, amíg eljutunk egy bevásárlóközpontig, hanem a funkciók jobb része itt kihasználható lesz, és akkor ehhez még tegyük hozzá, hogy közben elképesztően jópofa fejlesztések is történnek a kerületben, zöld felület ügybe, tehát pont itt az épületünkkel átelemben épül egy olyan zöld park, mostában lehetett róla az újságokban is olvasni, ami én azt gondolom, hogy unikális lesz. Így együtt, tehát egy új városközpont szolgáltatásokkal, munkahelyekkel, egy új zöld park, plusz a lakótelepek nagyon is, ebben a ponton nagyon is élhető lakóvilágával szerintem egy nagyon jó együttes fog alkotni.
És ami miatt még ezt a példát idehoztam, az az üveg épületeknek a megvilágítása. Itt egy-két ilyen kis ákombákom rajzot, amivel mi próbáltuk magunknak, meg én magamnak megfogalmazni. Ugyanis az üveggel van egy óriási probléma, nagyon jól tudom nappal használni, mint tömegburkoló elemet, éjszaka már nem fog működni, nem igazán lehet üveget ugyanis megvilágítani. Ilyen szempontból is ugye kiemelt fontosságot kapnak ezek a bizonyos fehér függőleges kis svertecskék, amik viszont jól világíthatóak, és éjszakai nézetben is értelmezhetővé teszik az épület vertikalitását. A jobb oldali két kis ábra mutatja a világítási koncepciónkat. A felső az tulajdonképpen egy átlagos, mondjuk egy városi sziluettet mutat, éjszakai állapotban, amikor ugye az irodaházak már kiürülnek, a lakások még nem feltétlenül telnek meg, tehát az élet az utca szinten folyik, akkor nyilván fölfele ide csökken ez a világítás, megvilágítottság. Mi azt gondoltuk, hogy nem egy egységesen végigvilágított toronnyal próbálunk itt előrukkolni, hanem ennek megcsináljuk a pandantját, tehát a tornyokat a felső részeiken fogjuk erősebben megvilágítani, és onnan lefele tulajdonképpen egy átmenet után következik majd a járószinti újabb erős megvilágítás. Az Ogóra tér fele, ott egy picit más koncepciót követünk, ott ezek a, mi vagy ez egy pezsgő életet élő térnek gondoljuk, ott kifejezetten hangsúlyozottak lesznek majd azok a vízszintes felületek világításokat tekintve, amik a középmagas részeknek a horizontalitását hangsúlyozzák. Ezeknek a megvilágítása egyébként önmagában megtörténik, hogyha ezekben az irodákban, feltéve persze, hogy építész irodák vannak mögötte, még zajlik az éles sötétedés után is, de nyilván másodlagos világítással is használható. Ezek is ábra pedig magát a kivitelezést mutatja a tornyok esetén. Egész egyszerűen minden ilyen függőleges húzású svert tengelyében megjelenik egy lefele világító lámpa, amelyik szép lassan lefele eltűnő intenzitással megvilágítja ezeket a függőleges elemeket, és nyilván erre csináltunk számítógépes szimulációkat is. És nagyon fontos eleme még, ugye ennek az alközpontnak valójában a fő attrakciója, amellett, hogy nyilván szolgáltatások és kereskedelem is ide kerül, egy olyan közösségi tér, amelyik benépesíti ezt a teret. Úgy látjuk, hogy van egy generációs váltás, én speciál generációsnak tartom, mert én még olyan voltam, hogy munka után rohantam haza a kölyköket fürdetni, de úgy látom, csak a mi fiainkat nézve, majd az ifjabb kollégáinkat, hogy van igény arra, hogy legyen egy ilyen átmenet, egy ilyen tranzíció megint csak a munkahelyi lét és az otthon lét között. Várható, és ez az egész alapgondolat az Agórának is, hogy nem mindenki rohan haza a munkaidő lejártával, hanem próbálják a közösségi léttel megtölteni ezt a területet. Ennek pedig borzasztó fontos helyszíne lehet az az árkád, itt a baloldali kép mutatja a világítási koncepcióját, amelyik a maga 6 méteres szélességével napszaktól, évszaktól, meg egyáltalán esőtől, hótól, széltől függetlenül biztosíti életteret az Agóra zöld környezete körül. Ez, én azt gondolom, hogy megint csak egy jól sikerült eleme lehet ennek az egész projektnek. Az első ütemnek a működése az már gyakorlatilag tanulmányozható is. És akkor ez lenne a végeredmény, itt nem világítottuk ki az első ütemet, de ott is gyakorlatilag ugyanezt a koncepciót vittük végig, tehát látszik az intenzív csúcsvilágítástól lefele egyre sötétedő vagy eloszló intenzitású világítás. És még azt hiszem, hogy egy kép van a belső oldalon, itt meg ugye látszik, ahogyan a Agóra fölé kiülő erkélyeknek lett még egy ilyen intenzív alsó megvilágítása. Köszönöm szépen!